Néha otthontalanabb lesz az, aki otthon marad, mint a másik, aki a világba megy, írja a kassai születésű Márai Sándor, aki fiatalon elhagyta szeretett városát, majd hazáját és Európát is, és élete jelentős részét emigrációban töltötte, mégis mindvégig szülővárosára vágyott. Kassa megőrizte emlékét, a kassaiak pedig megteremtették kultuszát. A történelmi óvárosban szobrot állítottak tiszteletére, teret neveztek el róla, és 2019-ben a magyar kormány támogatásának köszönhetően megvásárolt házrészben, ahol gyermekkorát töltötte, megnyílt az író életét és műveit bemutató, a világon egyedülálló állandó emlékkiállítás. Ez az emlékkiállítás 2019-ben nyílott, és az az érdekesség, hogy ez a családi házuk volt. A Grossmith család 1912-ben vásárolta meg a város szívében található házat. Márai Sándor három testvérével és szüleivel az emeleti lakásban élt. Több helységen keresztül mutatjuk be Márai Sándor Kassát, az életművet, az ő életét. Az ő lakásukban vagyunk, az ő lakásukban mozognak a látogatók. Ez eleve egy nagyon érdekes helyzet, és emeli a kiállítás színvonalát. És a budapesti Jáki családnak, amely a Márai Sándor húgának a leszármazottai, nekik köszönhetően az eredeti bútorok, amelyek valaha ebben a lakásban voltak, egy részük visszakerült ide, és egyetlen egy kiállítási tárgyunk van, ami biztosan Márai Sándor tulajdonában volt, ez az ő földgömbje. Sok érdekességet látok, a képek, régi képek, hogy nézett ki Kassa, nagyon érdekes, az eredeti hangját is hallottam, a verseit Márai Sándornak. A világon egyedülálló állandó emlékkiállítás helységeiben előadásokat, író-olvasó találkozókat is szerveznek. Úgy érzem, hogy Márai Sándornak igenis van kultusz a Kassán. Elsősorban ő teremtette meg ezt a kultuszt, tehát ő maga ír a városról, a szülővárosáról, és ez egy nagyon fontos téma az életművében, és egyáltalán ez neki egy nagyon fontos téma lelkileg. Ezeket a műveket most már szerte a világban ismerik az emberek, tehát több mint 30 nyelvre fordítják a műveit, ezáltal eljut a világ minden sarkába, Kassa, és Márai Sándor Kassája, tulajdonképpen az ő szellemi gondolataink keresztül, és a világ minden részéről jönnek Kassára a várost megnézni, megismerni, és Márai Sándort keresni a városban, vagy legalábbis az ő nyomait. Egyszer Rákóczit hozták haza reggel, kézen fogva vitt apám a menettel. A dóm úszott a ködben, mint egy várrom. Valami nagy, és biztos-e világon. Írja Márai Sándor Kasszovja című versében, amelyben a szülővárosához kötődő személyes emlékképeket és élményeket idézi fel. Csak így rimbe rakva tudja kirakni a régi Kassát. Mi nagyon büszkék vagyunk kassaiak arra, hogy Márai Sándor akárhol járt a világba, mindig visszavágyott Kassára, és ez volt a szülőföldje, szülőhazája, szülővárosa. És méltán tartjuk a születésnapját és az ő emlékét itt fontosnak. Márai polgárai a kassaiak idén az íróóriás születésének 122. évfordulójára emlékeztek. Ilyenkor a költészet napját is ünnepelve, a róla elnevezett téren szobra előtt tisztelegbe gyűlik össze a közösség. Kassa adta Márait a világnak, Márai pedig elvitte Kassának hírét az egész világba. Mindig nagy szeretettel gondolt vissza elveszett szülővárosára, Kassára, amelyik egy nagyon szép polgári város volt az ő idejében. Európától és Kassától lélekben sohasem tudott elszakadni. Talán ezt bizonyítják a kassai őrjáratban leírt szavai, ha akarnám is, nem lehetnék más, mint magyar, keresztény, polgár és európai. Mindig visszatértek az emlékek, amelyeket aztán rögzített Kassáról. A különleges kis utcák, titokzatos helyek, és az ott lakók, tehát a kassai polgároknak a titka is. Az ilyeneket csak az ismerheti jól, aki nem csak születése okán, de egyénisége, műveltsége és szellemisége révén ragaszkodik egy nagyon szép helyhez. Márai Sándor 1900. április 11-én született Kassán. A Premontrei gimnáziumban tanult és rendszeresen minisztrált. Itt élte meg gyermek és ifjúkorát, itt jelentek meg első írásai, itt szívta magába a polgárságot. Azt a magyar végvárosi polgári kultúrát, amelyeknek élete legszebb, igaz és emberi, európai emlékeit köszönheti.
Szülővárosát 1919-ben hagyta el. A kassaiak úgy tartják, hogy ahogy egyik regényhőse, Ulisses hosszú bolyongás után visszatalált hazájába, Ithakába, Márai Sándor is hazaérkezett, hogy újra kassai polgár legyen és végleg köztük maradjon.